Elképesztő látvány a levegőből. Áthaladt a jégtorlasz a tiszalöki vízerőművön vasárnap este. A jég nem okozott károkat a vízlépcső műtárgyaiban. Megdöbbentő statisztikák. Évente mintegy 30 gyermek hal meg bántalmazás vagy elhanyagolás miatt Magyarországon. Látványos kreációk, 180 fodrász, kozmetikus, valamint műkörömépítő és díszítő mérte össze tudását a 15. alkalommal megrendezett Szabolcs kupán. Áthaladt a jégtorlasz a tiszalöki vízerőművön vasárnap este. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A jég nem okozott károkat a vízlépcső műtárgyaiban, a torlasz már a folyó tiszaújvárosi szakaszán tart. A kedvező időjárás miatt újabb vízutánpótlás nem érkezett a Tiszán és mellékfolyóin, így mindenhol folytatódott az árhullám levonulása és az apadás. Vasárnap este megérkezett a Tiszán levonuló jégtorlasz a tiszalöki vízlépcsőhöz, amelyen akadálytalanul ment át. A jég vasárnap rendkívül gyorsan haladt, délben Tokajnál tartott, ahol megrongálta a part mentén horgonyzó hajókat. A torlasz kora estére megállt Tisza nagyfalu környékén, majd a késő esti órákra érkezett meg a vízerőműhöz. Szerencsére ugye ezek a pillérek, a hídtartó pillérek kicsit össze is tördelték a jeget, és az is mindenképpen fontos volt, hogy napközben tiszadob alatt is elkezdett zajlani a jég, tehát bőven volt helye ennek az érkező jégtömegnek lefolyni, és hát ahogy most már egyértelműen nem is duzzasztott vissza a tiszalöki erőmű területére. Sokkal szélesebb ott a hullámtér, sokkal nagyobb helye van a jégnek, és most ugye úgy tűnik, hogy egy ilyen erősebb felmelegedés várható a most következő napokban, a nappali órákban. A szakemberek most azt várják, hogy ennek a jégtömegnek a nagy részét vízügyes nyelven szólja, majd elnyalja a víz, tehát egyre öregszik ez a jég, vékonyabb lesz, kevesebb lesz. Extrém magas vízállásokra már nem kell számítani a Tiszán. A folyó Tiszaújváros körüli szakaszain első és másodfokú az árvízvédelmi készültség. A Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság közben elsőfokúra mérsékelte a korábban harmadfokú riasztást Tiszabercelnél. A kedvező árvízhelyzet mellett a belvízhelyzet sem rosszabbodott az országban. Stagnál a belvízhelyzet, tehát 40 ezernél egy kicsivel több hektár van most belvízi elöntés alatt országosan. Ez természetesen ennek a nagyon-nagyon nagy része az az Alföldön van, tehát a szegedi, a gyulai, a szolnoki, a debreceni vízügyi igazgatóságon védekeznek a kollégák. Majdnem 40 szakaszon összesen országosan, és sokfelé már másodfokú a védelmi készültség, tehát ott már váltott műszakban 2-8 órában dolgoznak a szivattyú telepek, illetve a vízügyes kollégák. A megyében jelenleg a Felső Szabolcs alsó belvízvédelmi szakaszon, Tisza Bercel és Nagyhalász térségében van másodfokú belvízvédelmi készültség. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban nem kell csapadékra számítani. Gázrobbanás történt egy családi házban vasárnap hajnalban Tuzséron. A lakásban ketten voltak a baleset idején, egy ember súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A robbanásban a lakóház és a hozzá tartozó melléképület is károsodott és kigyulladt. Ideiglenesen a szomszédoknak is el kellett hagyniuk lakásaikat vasárnap délelőtt, mert a gázvezeték megsérült. A robbanás olyan mértékű volt, hogy az utcán a ház előtt több helyen lehetett látni redőny darabokat, és a betonkerítés is kidőlt. Tuzséron egy 100 négyzetméteres lakóház és egy vele egybeépített 45 négyzetméteres melléképület összeomlott, miután felrobbant és kigyulladt. Az eset ez a Záhonyi és a Kisvárdai hivatásos tűzoltók vonultak, akik 4 vízsugárral oltották el a lángokat. Az a romokat átkutatták, egy ember súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, illetve egy pedig könnyebben sérült. A lakóházban vezetékes gáz is volt, illetve egy gázpalackot még meg tudtak menteni a tűzoltók, egy másik maradványát viszont megtalálták. Évente mintegy 30 gyermek hal meg bántalmazás vagy elhanyagolás miatt Magyarországon. A megdöbbentő statisztika adatait a Család és Gyermekjóléti Központok gyűjtik össze. A Nyíregyházi Központhoz a járás 15 települése tartozik. Ebben a körzetben tavaly 52 kiskorú bántalmazásáról értesültek, az esetek között volt 3 szexuális erőszak is.
Az UNICEF a gyermekbántalmazások gyakoriságát és súlyosságát tekintve a világ egyik legveszélyesebb helyei között tartja számon hazánkat. Egyes statisztikák szerint mintegy 200 ezer veszélyeztetett gyermek él ma Magyarországon. A családon belüli bántalmazás igen gyakori, az ilyen eseteket keresik és próbálják megoldani a család és gyermekjóléti szolgálatok. Ezek az egységek az adott területi, elsősorban járási lefedettségű központokhoz tartoznak, tájékoztatta televíziónkat a Nyíregyházi intézmény vezető. A Nyíregyházi járás 15 településén a statisztikai adataink szerint 170 kiskorú esetében történt elhanyagolás, és 52 kiskorú esetében bántalmazás, ebből 3 szexuális zaklatás, szexuális erőszak. A szakember hozzátette, nem csak a szexuális, fizikai vagy lelki bántalmazás okozhat traumát egy gyermeknek, ugyanúgy az elhanyagolás is veszélyezteti a kiskorúakat. Én azt gondolom, hogy a bántalmazás mellett legalább ugyanolyan hangsúlyos az elhanyagolás, és azon belül is tudunk beszélni fizikai elhanyagolásról, érzelmi, lelki elhanyagolásról, illetve oktatási, nevelési. A tapasztalatok azt mutatják, hogy talán a leghangsúlyosabb az érzelmi elhanyagolás, amikor az a kiskorú nem kapja meg a családjában, a természetes támogató környezetében azt a szeretetet, azt az érzelmi töltetet, amivel egy egészséges felnőtté tud válni. A súlyos esetek hatósági eljárásokat vonnak maguk után, sok esetben kiemelik az érintett gyermeket a családból, van, amikor nevelőszülőkhöz vagy gyermekvédelmi intézménybe kerül a bántalmazott. Baleset történt Nyírtelek és Nyíregyháza között ma reggel a 38-as főúton. A felvételeken látható személygépkocsi sofőrje elvesztette uralmát a jármű fölött, megcsúszott és egy útszéli kerítésnek csapódott. A gépkocsi totálkárosra törte a tűzoltók a műszaki mentésben, illetve az útfelület takarításában is segítettek. A sofőr egyedül volt az autóban, őt könnyebb sérüléssel vitték kórházba. Egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a balesetet. 180 fodrász, kozmetikus, valamint műkörömépítő és díszítő mérte össze tudását a 15. alkalommal megrendezett Szabolcs Kupán Nyíregyházán. A versenyre az ország számos pontjáról és határon túlról is érkeztek szakmabeliek, akik látványos kreációikkal kápráztatták el a közönséget. Hajtetoválás a 15. Szabolcs Kupán. Az új divat egyre gyorsabban terjed. A folyamat lényege, hogy különböző formákat borotválnak a fejre a hajból kivágva. A fodrászok 12 versenyszámban mérhették össze tudásukat. 12 versenyszámból végül is, amelyik az ő számukra szimpatikus, kiválasztották a legkedvezőbbet. De ami most egy új kategória, illetve kettő, az egyik a borbély csata, vagy a barber csata, és a másik pedig a hajtetoválás. Ez nagyon nagy létszámot vonzott, hisz ha nemzetközileg megnézzük, ott is nagyon sok létszámmal szoktak részt venni ezen a versenyszámon, ezért emeltük be mi is a magyarországi versenybe. Látványos alkotásokat készítettek a műkörömépítő és díszítők is, egyik témájuk idén az orchidea volt. Egy ilyen verseny nagy felkészülést igényel. Több héttel előtte már készültem, megterveztem a ruhát, meg a körmöt, majd otthon gyakoroltam. A kozmetikusok is több témában alkothattak, a nappali és az alkalmi mellett egy csillogó fantázias minket is készíthettek. A tapasztalatok szerint a rendezvény iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. 180 versenyző érkezett a mai nap folyamán ide. Az évek során folyamatosan emelkedett a résztvevők száma, és ez egy országosan elismert rendezvényé vált. Látszik az érdeklődőknek az országos eloszlásából, hogy szinte minden megyéből érkeznek hozzánk versenyzők, felkészítők, szakemberek, zsűritagok, és a határon túlról is, Romániából és Ukrajnából is érkeztek versenyzők. Nagyon fontosnak tartjuk az ilyen jellegű megmérettetéseket, hiszen itt a szakmából nagyon sok mindent meg lehet tanulni, az érdeklődőknek is nagyon fontos, és nagyon fontos azoknak is, akik részt vesznek a versenyen, hiszen láthatják azt, hogy ők szakmailag mennyire felkészültek, összetudják hasonlítani a tudásukat azokkal, akik erre a versenyre mai napon megjelentek. A három szakma közül a fodrász volt a legnépszerűbb, ebben a kategóriában összesen 124-en neveztek. A reformációról nyílt tárlat a Nyíregyházi Egyetemen, a kiállítást hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. 4 új játékos mutatott be a hagyományos szezon előtti szurkolói ankéton a kisvárdai futballcsapat. A rendezvényen elhangzott, amennyiben az együttes kiharcolja a feljutást, vállalják a magasabb osztályban való szereplést.
Nagy lépést tett a legjobb négy közé jutás felé a Nyíregyháza Blue Sharks, miután idegenben győzött a budapesti Honvéd ellen. A kék cápák a férfi kosárlabda NB1B 16. fordulójában lejátszott mérkőzésen 85-78-ra nyertek a fővárosban. A mai fogyasztói társadalom épp úgy megérett a megújulásra, mint a középkor 500 évvel ezelőtt, hangsúlyozta Kiss Ferenc rektorhelyettes az egyetemen nyílt reformációs tárlat megnyitóján. A vándorkiállítást a nyíregyházi Bethlen Gábor iskola és óvoda készítette, amely 25 rollapon mutatja be a reformáció fontos eseményeit. Az egyház állapota a 16. század elején, a reformáció terjedése, Calvin János tanai. Ehhez hasonló témakörök alapján ismerhetik meg az érdeklődők a reformáció történetét. A 25 rollából készült tárlatot a nyíregyházi Bethlen Gábor iskola és óvoda készítette a 2014-ben alakult reformációs bizottság 600.000 forintos támogatásával. A megnyitón Laborci Géza evangélikus lelkész kiemelte, a reformáció az értékek megújulását jelentette egy értékvesztett korban. Luther és a reformátorok visszavezették az európai embereket a bizalom, a remény és a szeretet útjára. Ez az üzenet pedig a mai korban is aktuális. A Biblia fordítással Luther elindította azt a mozgalmat, hogy a Biblia saját anyanyelven szólaljon meg, és ezáltal Magyarországon mi is Károli Gáspáron keresztül neki köszönhetjük a magyar anyanyelvünket. A reformáció indította el a tudományoknak a szabad fejlődését, tehát a korábbi vatikáni kontroll alatti tudományok a reformációval és a reneszánszal szabadultak föl arra, hogy a körülöttünk lévő világnak a szépségét ideológia mentesen a maguk szépségében tudják vizsgálni. A tárlat nem csak a megemlékezést és a visszatekintést szolgálja, számtalan párhuzamot lehet vonni a mai fogyasztói társadalommal, amely épp úgy megérett a megújulásra, mint a középkor, véli Kiss Ferenc, a Nyíregyházi Egyetem intézményvezetője. Annak idején a Gutenberg találmánya már készen állt arra, hogy az új tanokat hirdesse. Itt van az internet. Ugyanaz. A Kopernikus már dolgozott azon a művén, amelyben leírta, hogy hát jól tanítottuk, csak fordítva, nem mi vagyunk a világegyetem központja. Ehhez képest még a fogyasztói társadalomban sokszor azt hirdetjük, hogy ez az egész értünk van. Hát ez nem igaz. Megjelennek az új tudományos eredmények, most korunkban is, annak idején, amikor ugye Kopernikus felfedezte azt, hogy hogyan épül föl a világ, mi a jellegzetessége. Az űreszközeink azt mutatják, hogy igen, a világ alapvetően más kép szemlélendő, és Giordano Brunónak volt igaza, pedig szegényt akkor megégették. A megnyitón a nyíregyházi evangélikus roma szakkollégium diákjai egy énekkel is emlékeztek az 500 éves reformációra. A tárlat a tervek szerint határon innen és túl is látható lesz. Négy új játékost mutatott be a hagyományos szezon előtti szurkolói ankéton a kisvárdai futballcsapat. A rendezvényen elhangzott, amennyiben az együttes kiharcolja a feljutást, vállalják a magasabb osztályban való szereplést. 2017-ben átadhatják az új stadiont, és őszi tanévkezdéskor beindul a labdarúgó akadémia is. A már megszokott helyszínen, a Besenyei gimnázium dísztermében tartotta szurkolói ankétját a kisvárdai futballcsapat. A rendezvényen többször elhangzott, hogy a 2017-es esztendő mérföldkő lehet az együttes életében. Amennyiben az NB2 ötödik helyén álló gárda kiharcolná a feljutást, vállalnák az NB1-et, és ősszel már az új stadionban fogadhatná ellenfeleit Révész Attila együttese. A következő tanévben elkezdődik a képzés a labdarúgó akadémián, amelytől azt várják, hogy hosszú távon biztosítsa a minőségi utánpótlást. A jelenlegi együttes négy új futballistával erősödött. Bacsa Patrik Diósgyőrből, Horváth Adrián Gyirmótról, Horváth Zoltán Ausztriából, a magyar állampolgárságú Mihályló Ryaskó pedig Ukrajnából érkezett Kisvárdára. Olyan posztokra sikerült igazolnunk, amelyek hiányoztak az őszi szezonban. Ráadásul jelentős magasításon is átesett a csapatunk. Tavaly pontugásból több gólt kaptunk, illetve nagyon keveset szereztünk. A felkészülési meccseken már megmutattuk a másik oldalunkat is. Ennek ellenére nem ígérkezik könnyűnek a
tavaszi hadjárat, viszont azon feltétlenül javítanunk kell, és itt el is hangzott az a igény, illetve kritika, ami jogos, hogy hazai pályán nagyon sok pontot túlhajtottunk. Ebben a szezonban ezt a mutatónkat ezt ki fogjuk javítani. Az NB 1-es Diógyűr színeiben közel 150 meccset játszó 24 éves Bacsa Patrik a tavaszi szezonra kölcsönbe érkezett a kisvárdai együtteshez. Törökországban az edzőtáborban csatlakoztam a csapathoz, úgyhogy ez kellően segített abban, hogy sikerüljön néhány emberrel, vagyis az egész csapattal így jobban megbarátkozni és összeismerkedni. Jó csapatok ellen játszottunk, nyilván Füvön tudtunk edzni, úgyhogy ez nagyon fontos volt, és azt gondolom, eredményes is volt ez az időszak. A csapatkapitány Erős Gáborra a jövőben játékosként kevesebb szerep vár, a középpályás, a szakmai stáb tagjaként dolgozik az együttes sikeréért. Őszinte leszek, nagyon élvezem, bár egy picikét hiányoznak az edzések, mert sokszor van, hogy én már kevesebbet vagy kimaradok, attól függ, ugye létszám függ, hogy esetleg párosan vagy páratlanul. Egy picit hiányzik az edzés, de maga az a része, hogy ott vagyok a srácokkal és tudok neki segíteni, az mindenképpen nagyon tetszik nekem, és örülök neki, hogy ebben a szerepkörben vagyok. A Kisvárda utolsó felkészülési meccsén szombaton 1-0-ás vereséget szenvedett az NB 1-es Pakstól. Révész Attila együttese a tavaszi nyitányon vasárnap Soroksáron lép pályára. Nagy lépést tette a legjobb négy közé jutás felé a Nyíregyháza Blue Sharks, miután idegenben győzött a budapesti Honvéd ellen. A kék cápák a férfi kosárlabda NB1B 16. fordulójában lejátszott mérkőzésen 85-78-ra nyertek a fővárosban. A nyíregyháziak a hétvégén a HEB Kupa 4-es döntőjében lépnek pályára. A meccs előtt azonos mutatóval rendelkező csapatok találkozóján a vendégek kezdtek jobban, a kék cápák 6 ponttal megnyerték az első negyedet. A második 10 percben újabb 1 pontot tettek hozzá előnyükhöz a nyíregyháziak. A harmadik negyedben fordított a Honvéd olyannyira, hogy már 9 ponttal is vezetett a házigazda. A vendégek azonban újítani tudtak, 71-71-nél utolérték ellenfelüket, és jó hajrájuknak köszönhetően végül 7 pontos győzelmet arattak a közvetlen rivális otthonában. A Honvéd nagyon nehezen adta a bőrét. Ők egy viszonylag jó játékos kerettel rendelkező csapat, akik szervezetten kosárlabdáznak, de meglepetésünkre tegnap verekedtek is, és harcoltak keményen, úgyhogy nekünk is fel kellett venni ezt a harcmódot. És nagyon örülök annak, hogy az utóbbi időben néhányszor már megmutattuk, hogy szépen tudunk kosárlabdázni, de meg tudnak minket törni egy ilyen verekedős, kemény védekezéssel. Ez most nem sikerült, néhány pillanatra megtorpantunk, de szerencsére a végén mégiscsak a magunk javára fordítottuk a találkozót. A nyíregyházi csapat legeredményesebb játékosa Czura Attila volt, aki 27 ponttal vette ki részét a győzelemből. Nagyon örülök, hogy egy ilyen idegenbeli győzelmet el tudtunk hozni. Tényleg nagyon jó hangulatú volt a mérkőzés. A meccs első fél ideje után én azt hittem, hogy könnyebb lesz a vége. Nem erre számítottam, de a harmadik negyedben igazából volt egy ilyen áramszünetünk, ahol hirtelen kaptunk 9 pontot talán, és igazából magunknak csináltuk ezt, magunknak nehezítettük meg a mérkőzést. A forduló további eredményei a következők: Debrecen Miskolc 184, Mavc 2 Eger 105-98, Békés Hódmezővásárhely 82-76, Salgótarján Tiszaújváros 72-75 és Óbudai Kaszások Nagykőrös 104-82. A tabella élén a Miskolc áll 12 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Hódmezővásárhelyt. A Nyíregyháza Blue Sharks 10 győzelemmel és 6 vereséggel a negyedik helyen várja a folytatást. A hétvégén nem rendeznek fordulót a bajnokságban, a kék cápák Győrben a HEB Kupa 4-es döntőjében lépnek majd pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Áthaladt a jégtorlasz a tiszalöki vízerőművön vasárnap este. A jég nem okozott károkat a vízlépcső műtárgyaiban, a torlasz már a folyó tiszaújvárosi szakaszán tart. A kedvező időjárás miatt újabb vízutánpótlás nem érkezett a Tiszán és mellékfolyóin, így mindenhol folytatódott az árhullám levonulása és az apadás. Évente mintegy 30 gyermek hal meg bántalmazás vagy elhanyagolás miatt Magyarországon. A megdöbbentő statisztika adatait a Család és Gyermekjóléti Központok gyűjtik össze, a Nyíregyházi Központhoz a járás 15 települése tartozik. Ebben a körzetben tavaly 52 kiskorú bántalmazásáról értesültek, az esetek között volt 3 szexuális erőszak is.
180 fodrász, kozmetikus, valamint műkörömépítő és díszítő mérte össze tudását a 15. alkalommal megrendezett Szabolcs kupán Nyíregyházán. A versenyre az ország számos pontjáról és határon túlról is érkeztek szakmabeliek, akik látványos kreációikkal kápráztatták el a közönséget. A Kölcsei Televízió híradóját látták február 13-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérhetik weboldalunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is párás időre számíthatunk, anticiklon alakítja időjárásunkat. Lényeges változás még napokig nem valószínű, folytatódik a csendes, eseménytelen idő. Az éjjeli órákban ismét sokfelé képződik köd, párás marad a levegő. Húszállingózás, ónoszitálás is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge marad. Reggelre általában mínusz 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is tartósan párás, borult idő várható térségünk nagy részén, de helyenként kitisztul az idő és kisüt a nap. A ködös tájakon húszállingózás, ónoszitálás is lehet. A változó irányú szél gyenge marad. Délutánra 0 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap melegfronti hatás lesz érezhető, a magasban észak felől melegebb légtömegek érkeznek fölénk. A következő napokban az éjszaka képződő ködfoltok a nappali órákban fokozatosan zsugorodnak, ritkulnak, de maradnak tartósan borult párás részek is. Számottevő csapadék nem lesz, de húszállingózás, szitálás, éjjel ónos szitálás a borongós tájakon előfordulhat. A hőmérséklet 1-2 fokkal emelkedik. A hétvégén változékonyabbra fordul az idő.